Az önkormányzatok helyzetéről tartott sajtótájékoztatót az LMP Magyarország zöld pártja Kecskeméten. Kendernai János, az LMP társelnöke azt hangsúlyozta, hogy 10 éve egy rendkívül erős hatalmi gazdaságpolitika zajlik hazánkban. A politikus szerint ez abban merül ki, hogy van egy rendkívül fókuszált, privilégizált olyan vállalkozói kör, amit a kormányzat próbál minél több milliárdhoz juttatni. Továbbá az önkormányzatiságot folyamatosan kivérezteti. Mint mondta, a kormány megfosztja ezeket az intézményeket azoktól a képességektől, amelyek egy válság idején rendkívül fontosak. Úgy látják, hogy a válság idején és a következő évi költségvetés tervezésénél a kormány szeretne további pénzeket megvonni az önkormányzatoktól. Ezt nem tartják helyesnek. A párt arra készül, hogy 2022-ben az LMP fog kormányozni. Azt szeretnék majd ekkor véghez vinni, hogy helyreállítsák az intézmények képességét, működésük normalitását, valamint forrásokat szeretnének hozzájuk rendelni. Tóth Szilárd, az LMP Bács-Kiskun megyei területi szervezetének elnökségi tagja, a Szövetség a Híres Városért Egyesület önkormányzati képviselője szerint nem arányosak az elvonások a járványhelyzettel. Mint mondta, az intézmények mélyen részt vettek a védekezésben, azonban a kormány sorra olyan intézkedéseket hozott, amelyek az önkormányzatok forrásait nyírták meg. Sorolta például az idegenforgalmi adót, a parkolási bevételeket, valamint a gépjárműadót. A politikus azt is hozzátette, hogy a sajtóból tájékozódott úgy, hogy Kecskeméten a gépjárműadó tekintetében 415 millió forintos bevételkiesés keletkezett. Szerinte, ha nem is teljes egészében, de arányaiban vissza kell adni a pénzt az önkormányzatoknak, mivel ha olyan kiadás merül majd fel a jövőben, amely a lokális viszonyokkal kapcsolatos, akkor azt nem fogják tudni finanszírozni.